A szokatlanul enyhe idő ellenére már mindenütt érezni lehet a karácsony hangulatát. A napokban hatalmas volt a forgalom a szabadkai tejpiacon, hiszen az emberek többségét elkapta a vásárlási láz. Jól fogyott a pulykahús és a hal is, de sokan vásároltak mézet, mákot, babot és ünnepi kalácsot, vagyis a hagyományos karácsonyi hozzávalókat. Sárcsevi Dóra is ma vásárolta meg a kalácsot a bőti vacsorához. Mint mondja, idén szűk körben ünnepelnek, de az ünnepi asztalról ennek ellenére sem hiányzik majd a bableves, a sült hal és a kalács. Mindenhol vagyunk a világban, és akkor eljön az a december 20-a szeretett ünnep, akkor igyekszünk, hogy együtt legyünk, és élvezzük azt a szeretett ünnepét, amire vágyik minden ember 12 hónapon át. Aki gyakran jár a szabadkai tejpiacra, annak ismerősen Cseng Richter Lajos neve, aki már több mint 40 éve árul itt zöldségféléket. Lélekben már ő maga is az esti vacsorára készül. Leginkább megy a sült hal, bableves, fokhajma, halma egyet szelet, az vacsorákó, ez megy a mákos guba, ugye megszokott minden. Idén Gyalus Klaudia is szűk családi körben tölti az estét, nagy vendégeskedés sem lesz náluk. Mint mondja, idén az ünnep faluban a közeli szeretteinkről szól. Ennek ellenére a hagyományos finomságok náluk sem maradnak el. Ma a bőti szokás szerint fogunk készíteni bableves, mákos tészta, és halat fogunk estére sütni. Ezek a hagyományos karácsonybőti ételek. Szoktatok-e újítani valami? Hát mi nem igazán. Mi szoktunk, tehát inkább megőrizzük a hagyományt. Mákos guba vagy tészta nélkül pedig nem lenne igazi a szent este. A mákot is már megvásárolta az emberek többsége, tudtuk meg Pálinkás Istvántól. Ma már kevesebb fogyott belőle. Ma karácsony bűtje van, a mákkal még itt vagyunk. Az ára 800 dinár, már 2 év óta nem emeltük, nem eresszük. Hát amennyi pénz van, úgy vásárol a nép. Annak ellenére, hogy a legtöbben már mindent beszereztek a bőti vacsorához, az apró sütemények csütörtök délelőtt is nagyon kelendőek voltak Varga Nelly jégstandjánál. Észre lehet venni, hogy hát nem annyi családtag jött haza külföldről, mint a másik években. Mennyibe kerülnek az apró sütemények? Hát a sósak, azokat 400 dinári adjuk kilóját, az édeseknek 700-é. A halárusoknál még ma is nagy volt a tolongás. Aztán Tit Sándor és standjánál halból nincs hiány. Pontyot árulunk csak, 460 a kilója. Minőséges hal, kúti vízben nevelődik, szóval is ekoszisztémén, úgyhogy... Tehát akkor ez nem zsíros? Már honnan, nagyon jó daráva étes, nem daráva, hanem koncentrátta, vegyzávodba, Beogradba, és nagyon, nagyon szép a hal, nem zsíros. A járványhelyzet ellenére az árusok többsége elégedett az idei forgalommal, de a vásárlók sem panaszkodnak, mert a tavalyi év ünnepi időszakához képest nem változtak az árak. Az akácmés sem drágult, 850 dinárért elérhető. A dió 800 és 1200 dinár között mozog. A gyümölcsök és a zöldségfélék ára sem változott jelentősen.